Ferenc pápa magyarországi látogatásának csúcspontja a holnap délelőtti Szent Mise a Kossuth téren, amelyre százezrek érkeznek itthonról és külföldről is. A Szent látogatásának utolsó állomása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lesz, ahol az egyetemi és kulturális életképviselőivel találkozik. A felsőoktatási intézmény egy imádsággal is készült, amit kifejezetten a pápa látogatásra fogalmaztak. Meg ezzel folytatjuk. Újabb vendégünk érkezett Újházi Loránd személyében, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József, 5. József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézetének a vezetője. Jó estét Jó estet, kívánok! Jó estét Köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Lépjünk egy picit vissza az időben, röviden nézzük át, hogy miről volt szó tegnap a Szent Atya látogatásának első napján. Néztem itt a nemzetközi lapszemlét, hát nyilván sok helyen az Ukrajnában zajló háború kapcsán elhangzott mondatait idézték a Szent Atyának. Például a Le Osservatore Románó azt írja, hogy a katolikus egyházfő magyarországi látogatás első napját a béke szorgalmazásának szentelt Európa szívében. Aztán például Andrea Tornielli, a Vatikáni médiacsoport igazgatója Kicsit keményebben fogalmazott, azt mondta, hogy Ferenc pápa Budapestről a békéről néma Európához szólt. Ez azért egy kicsit ilyen kritikusabb hangnemnek hangzik. Mit gondol erről? Tiszteltetek, köszöntöm a kedves tévénézőket. A hónapokkal előtt, ezelőtt, mikor már tudtuk, hogy a pápa hozzánk látogat, kezdtünk arról beszélgetni, hogy vajon mi lesz ennek a látogatásnak a kulcsüzenete, és bizonyos szempontból már akkor lehetett sejteni, hogy hát eljön egy olyan országba, ami szomszédos egy háborús övezettel, ugye, egy, egy szörnyű háború zajlik a szomszédos országban, biztos, hogy meg fogja említeni, de bizonyos értelemben mindig előkerül a béke kérdés, amikor a pápa külföldre megy, vagy valamelyik országot megy. Látogat, és mindig aktualizálja is éppen a régióban vagy abban az országban a, a konfliktusokról beszél, próbál a béke e, eszközévé válni, a béke szónokává. A tegnapi beszéd, ami elhangzott a Sándor Palotában egyébként egy olyan beszéd volt, amit hogyha elkezdenénk elemezni, akkor nem nyolc nem percben, de nem is 8 órában, hanem nagyon hosszan kellene itt maradnunk, hiszen annak a beszédnek minden egyes mondata, sőt voltak olyan részek, ahol minden egyes szava megérne egy nagyon komoly interpretációt. Néhányat hagyj emeljek. Jó. A nemzetközi közösségnek a kritikája. Tehát ilyen éles kritika. Jó, voltak már a pápai beszédek, ahol a pápa azt mondta, hogy a, akár az ez, főleg a biztonsági tanács nem jól működik, és az a cél, amire létrehozták ezt a nemzetközi közösséget, annak a célnak nem tud megfelelni, vagyis minek, hogy a béke záloga legyen, hiszen azért hozták létre ezeket a szervezeteket, ezeket a nemzetközi szövetségeket, nemzetközi szervezeteket. Na most a pápa tegnap nagyon éles kritikát gyakorolt, és azt mondja, hogy a nemzetközi közösségekben egyre inkább nem a béke előmozdítása, hanem a háborús ö, szólamok azok, amik megerősödnek. De egy másik elem, Európa. Látszik azt, hogy a pápának van egy nagyon komoly Európa víziója visszament az alapító atyákhoz. Az alapító atyáktól idézett, és megint csak, hogyha az alapító atyáknak a szándékát megnézzük, ezek nagyon komoly katolikus szocializációval rendelkeztek. Ismerték az egyház társadalmi tanítását, enciklikákat ismertek, és azokat az enciklikákat szerették volna átvinni az egyház társadalmi tanítását az európai közéletbe. És békét teremteni azok között a nemzetek között, akik hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül háborúztak, történelmi sérelmeik voltak, és az egyház tanítása alapján akartak egyfajta békét hozni ezek, a, ezek közé, a megsebzett nemzetek közé. A pápa rájuk utalt, és ugye az e alapítóatják egyikének volt ugye ez a mondata, az Európai Uniós alapítóatják egyikének, Schumannak, Robert Schumannnak, hogy Európa vagy keresztény vagy, lesz, vagy nem lesz. Igen, igen, és hát ugye ez be is kerül aztán az ő politikájukba, megpróbálják megvalósítani ezt az európai békét keresztény eszközökkel, ez az ő e eszköztáruknak egy sajátossága volt. De hagy emelje ki más elemeket is ebből a beszédből. Megjelenik a szekularizmusnak a gondot, hogy a pápa kétszer is beszélt most rövid idő alatt a szekularizmusról, egyszer ott a Sándor Palotából, egyszer pedig a Szent István Bazili hogy van egyfajta szekularizmus, ami hát természetes, hogy az állam és az egyház egy elválasztva működik, persze gondoljunk arra, hogy ez az elválasztás is különböző módszerekkel történhet, hát jó esetben egy kooperáció van, a jó cél megvalósítása, amit az egyház így mondta, hogy a közjó megvalósítása érdekében, együtt működik az állam és az egyház, nagyon sok területen. Na most van egy olyan szekularizmus is, ami öl, és ami megpróbálja a hitet kiölni. A pápa erről is sokszor beszélt, nem csak itt hanem visszatér -vissza erre a gondotra. Van egy szélsőséges szekularizmus, és ugye a másik beszédben, a bazilikában a papokat is arra figyelmeztette, hogy óvakodjanak ettől a nagyon szélsőséges szekularizmustól, elkényelmesíti és közömbössé teszi az embert. De hagyj emelje ki más olyan elemeket ebből a beszédből, amíg csak a béke üzenete volt utal a zsidó közösségekre. A pápa nem felejtette el, hogy Budapesten milyen komoly zsidó közösség él, és milyen komoly zsidó közösség élt, és ez a zsidó közösség mennyit szenvedett a II. világháború idején. A pápa megragadja ezeket az alkalmakat, hogy gesztusokat fe, kifejezze az ő együttérzését azokkal a közösségekkel, akik akár most, akár a történelem folyamán bármikor szenvedésen mentek keresztül. Maradt még egy pici időnk, nincs sajnos lehetőségünk mindenről beszélni az időrövidsége miatt, de beszéljünk egy picit a pápa holnap délután utolsó programjáról, 16 órakor vasárnap délután ellátogat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyik karára, ahol ugye az egyetem és a kulturális élet képviselőivel is találkozik majd, viszont ön kiemelte nekem itt a beszélgetésünk előtt, amikor privát beszélgettünk, hogy, hogy ennek nagyon-nagyon érdekes és nagy jelentősége van. Miért? Ja, a pápa keresi a párbeszédet nem csak, ahogy említettem, vallások között, felekezetek között, nemzetek között, hogy találjuk meg a békét, hanem keresi a hit és a tudomány közötti párbeszéd lehetőségeit. Ugye ja, ez nem új. 6. Pál II. János, pál, 16. Benedek pápa ö, is kereste azokat a kapcsolódási pontokat. Na most egy. Nagyon jó alkalom, hogy az évfordulóját ünneplő, ugye 35. évfordulóját ünneplő, Katolikus Egyetem egyik karára elmenjen. Érdekes, nem a teológiai karra megy. Igen. Teológusként, a teológiát ismerő emberként mégis egy informatikával, mesterséges intelligenciával mű és robotkezek kialakításával foglalkoz, egyébként világviszonylatban is kiemelkedő kutatásokat végeznek azon a karon, oda megy, azért mert ott még jobban kifejeződik azt, hogy hát hogyan kell a tudomány szolgálatából hittel dolgozni ez a jezsuita indítatás is benne van ebben a, ebben a dologban, a, a, pápa jezsuita rendhez való tartozása? Nyilván a jezsuiták az év századok alatt nem csak a teológiában, hanem más tudományterületeken is nagyon sokat alkottak, csillagászat, fizika is lehetne sorolni, hát nyilvánvalóan ez az, ez az életérzés, az benne is megjelenik. Egyébként Ferenc Pápára jellemző, hogy ilyen típusú oktatási intézményekbe, akár felsőoktatási intézményekbe, intézményekben látogat? Igen, Rómába rendszeresen ellátogat a pápai egyetemekre, ott a különböző karokon különböző beszédeket mond, és a látogatásai alkalmával, és elő előfordul, nem azt mondom, hogy mindig, de elő előfordul, hogy meglátogat katolikus egyetemeket. Na most ez persze azért is érdekes, mert hogy a pápa víziója nem csak itt jelent meg, hanem kiadott egy dokumentumot, ami igaz, hogy az egyházi egyetemekre, tehát a teológiai karokra vonatkozik, amivel, hát nem azt mondom, hogy feje állította a képzést, de igen csak új, új irányvonalat szabott. Olyan intézményeket szorgalmaz a hit és a tudomány párbeszédének az égisze alatt, mint hogy alakuljanak olyan kutatások, ahol ö, szentzene, filozófia, ö, iszlám tanulmányok, ö, ö, és lehetne sorolni hány és hány olyan új típusú intézményt sorol fel, ahol azt mondja, hogy hát igenis a szent tudományok teológiára, filozófiára, akár nagyon örögonok, ezeknek igenis párbeszédet kell folytatni a többi tudományterületre, a többi tudományággal. Egy mondat, nagyon rövid időnk maradt, holnap lesz a pápa látogatás, úgy mondják, hogy csúcspontja, délelőtt 9 óra 30 perctől Szent Misét tart a Budapesti Kossuth téren Ferenc pápa. Miért ez a csúcspontja ennek a látogatás? De az egyház mindig, amikor összejön, a kezdet-kezdetektől az eukarisztia asztala körül jön össze. És nyilvánvalóan az egység, és méghozzá ugye a római pápa van itt az egyháznak, nem csak a tiszteletbeli első, tehát nem csak tiszteletbeli és tekintélyben első, hanem jogi szempontból is az első embere, hát kifejeződik ez a szeretett közösség, az a hierarchikus közösség is, ami leginkább az eukarisztia asztala körül valósul meg. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.